Köszöntöm a hatos számú választókerület minden lakosát. Köszönöm ajánlásaikat, amivel lehetőséget adtak felkerülnünk a választhatók közé. De mindez nem elég. Nem másoktól várjuk a visszaigazolást, hogy na látjátok, jól tettem, hanem tegyünk is érte azért, amit szeretnénk. El kell menni szavazni április 8-án, hogy miért is? Mert szeretném leszögezni, hogy a munkáspárt a parlamentbe akar kerülni. Nevem Dobány László, 48 éves vagyok, Hajdúnánáson születtem, itt nevelkedtem, jártam óvodába, iskolába, villanyszerelő szakmát szereztem. Aztán megkaptam a katonai behívómat, szolgált időm alatt ment végbe az úgynevezett rendszerváltás. Munkahelyek szűntek meg, intézmények, iskolák léte bizonytalanodott el, így úgy döntöttem, leérettségizek és katona maradok. Majd 27 évi szolgált idő után kerültem rokkantsági nyugállományba. Közben megnősültem, született egy gyönyörű szép okos kislányunk, majd most három éve elváltunk anyával. Azóta voltam minden, de elsősorban segédmunkás és biztonsági őr. Jelenleg a már biztonsági szolgáltánál teljesítek szolgáltat, mint vagyonőr. Mint mondtam, hajdunáláson nőttem fel és tanultam, de nem csak felnőttem és tanultam, hanem részt vettem építésében, szépítésében is. Ez az, amit a mai fiatalok sajnos nem tudnak átélni és megélni. Hogy 30 év elteltével, amikor végigmegyek a városon, látom értelmét az akkori munkánknak. Még ma is állnak azok az épületek, a kenyérgyár, három emeletes OTP lakások, az Ipari Iskola Szárnyának bővítése, ma Csia Győző nevét viseli, de mondhatnám a Művelődési ház, Színház termét is. Mind-mind az én és akkori csoporttársaim, mestereink és szüleink munkáját dicsérik. Mindig nagy hálával gondolok szüleimre, tanáraimra és mestereimre, akik ezt a dicsőséget megadták nekem és nekünk. Azzal, hogy lehetőség mellett biztosították a feltételeket, hogy mindezt mi mindannyian véghez tudjuk vinni. Mert bizony nagy divat manapság kis és nagy polgári oldalról odavágni mindenki képébe, hogy a lehetőség mindenki számára adott. Csak arról feledkeznek meg, hogy a lehetőségeket nem adni kell. A lehetőségekkel élni szokás. De bárki is mikor tud élni bármilyen lehetőséggel csak akkor, ha a feltételek biztosítottak, adottak a számára, hogy élhessen ezekkel. Na ez az. Ez a 28 év erről feledkezett meg, de rendesen. Mi, a munkáspárt programunk nem ígéret halmaz, csak a lehetőségeket vázolja fel, nem légből kapottak. Hisz volt ideje a tagságának ez alatt a több mint negyed század alatt megtapasztalni sok mindent. Mint mondtam, már nem ígéret, csak a lehetőségek tárháza. Mi, a munkáspártiak, az önök segítségével szeretnénk a feltételeket megteremteni hozzá, hogy mindannyian élhessünk ezen lehetőségekkel. De ehhez mindannyian kellünk, mert ez már nem kis vállalkozás. Még egy nagy vállalkozásnál is nagyobb vállalkozás. De ha meg tudjuk csinálni együtt, akkor miért ne? Hagyjuk a kis hitűséget másra. Induljunk az útra, és vissza se nézzünk, se jobbra, se balra, csak előre, de rendületlenül. Divat hangoztatni, hogy mi a tétje a választásoknak. Mondhat akárki akármit. A legnagyobb tétje az idei választásnak, hogy több mint negyed század után lesz-e végre valódi érdeképviselet a dolgozónak, a munkavállalónak és a rendszerváltás veszteseinek a parlamentben. Fai, vallási és politikai nézettől függetlenül. A dolgozókért, a népért, mindenkivel. A dolgozók és a nép ellen senkivel. Köszönöm szépen a Nánás TV dolgozóinak, hogy biztosították a feltételeket ahhoz, hogy élhessek a lehetőséggel és elmondhassam mindezt. Köszönöm.